Kedves nézőink, a következő percekben egészségperceket láthatnak itt a Bolyévárosi Televízióban. Vendégem a Harmónia Természetgyógyászati Centrum vezetője, Szépaki Ferencné. Szia Magdi, szép estét kívánok! Szép estét kívánok a kedves nézőknek és nektek is itt a stúdióban. És próbálom felvenni a fonalat, hiszen legutolsóbb beszélgetésünkkor elmondtad a kedves nézőknek, hogy egy meghívásra Brüsszelbe látogat, ahol a terápiádat tudod alkalmazni, mégpedig a parlamentben dolgozó munkatársak felé. Hogy sikerült ez a kirándulás? Számolj egy kicsit be nekünk erről az útra. Nagy izgalommal készültem, ahogy említettem is erre az útra. Tudtam, hogy ez nem egy kiránduló utazás lesz, hanem egy kemény megmérettetés. Így is alakult. Nagyon sok munkám volt, nagyon sokan kerestek meg. Itt nem kemény betegekkel foglalkoztam, tehát nem betegségprogram volt, hanem inkább a prevenció jegyében az egészség megőrzését kérték azok a hölgyek és urak, akikkel kint találkoztam. Elsődlegesen a méreganyag terheltség mérés volt az, ami szimpatikus volt, és az ezzel kapcsolatos, miután az állapotfelmérés megtörtént, és sikerült megtalálni a Júnás professzor módszerével a gyenge pontot, mi az, amin segíteni kell, melyik az a pont, amin tünetként a szervezet segítséget kért. És akkor ezt követően a szakmában, a fitoterápiában kerestem a megoldást, és összeállítottam a programokat. Nem igazán szokványos egyébként egy ilyen meghívás, hát biztos hallottak már rólad, és hát ezért ez egy óriási dolog, hogy egész Brüsszelig el lehet jutni egy kiváló programmal. Igen, ahogy mondtam, kellemes meglepetés is volt, jó leső érzés volt, hogy bíztak bennem eleve a meghívással, és azt, hogy elfogadtak engem, mint embert, elfogadták a módszert, talán inkább fordítva, hogy elfogadták a módszert, és ezzel együtt elfogadták az embert, és elfogadták a terápiámat. Nagyon sok telefont kapok azóta, hogy megérkeztem, mert a pozitív véleményt továbbadták a családnak, ahonnan ezek a munkatársak kikerültek, Szlovákiából, Csehországból, Magyarországról is természetesen, Németországból, Olaszországból, és jelentkeznek be a családtagok ide Bolyba, a Harmónia házba műszeres mérésre. Tehát ez azt jelenti, hogy nem veszítettünk el téged, tehát lehet, hogy vissza fogsz térni Brüsszelbe, de Isten igazából a tevékenység itt folytatódik Bolyban, a megszokott helyen és a megszokott időpontokban. Hál' Istennek nagyon tartalmas lesz ez a december is. Évvégéhez közeledve mindenki egy nagy hajrát csap, meg annyi munkahelyen ezt tapasztaljuk, hogy mindenki szeretné azért szépen munkával befejezni az évet, utána pedig a családdal eltölteni a karácsonyt. Hát az egészségügyben is így van, nemrég kórházban jártam, ott is teltház van, és természetesen a Természetgyógyászati Centrumban is. Milyen programokkal csalogathatjuk a leendő pácienseket, akik betérnek ide? Mik azok a vonzó lehetőségek, amire érdemes lesz odafigyelni a következő napokban, vagy hetekben? Igen, jól gondolod és érzékeled. Az egész ország, az egész világ ajándékozási lázban szenved, hogy úgy lehet mondani, mindenki készül, mindenki szeret ajándékot adni, és szeret kapni is természetesen. Aki szeret kapni, annak ugye jó leső érzés az ajándékozás is. És nagyon sokszor az utolsó pillanatokban összevásárolunk akár zoknit, sálat, bármit. Csak hogy ajándékozni tudjunk. Na most túl előre az sem igazán működik, de most ezekben a napokban azért nagyon, nagyon szépen lehet olyan ajánlatokat tenni, ami a Harmónia Ház mottója: egészség, szépség, anyagi biztonság. Tehát az egészségre fókuszálva, úgy, ahogy mindig hangsúlyozom is, hogy az egészség megőrzésére és akár a gyógyulás segítésére is tudunk programokat összeállítani. Mert hogy nem milyen jó lenne, ha egészséget lehetne adni azoknak, akiknek sajnos kicsi van, vagy éppen nincs. Ellenben a prevenció jegyében számos olyan ajándékot lehet adni az embereknek, ami elősegítheti, úgymond, az egészséges voltukat vagy gyógyulásukat. Ajándékozási utalványt fogunk kibocsájtani, vagy lehetőséget adunk majd a megvásárlására. Ez azért szimpatikus általában az embereknek is, mert nincs kötött, hogy most akkor egy parfumot kötelező megvásárolni, vagy egy ajakápolót, ami a herpeszvírus ellen hatásos, vagy olyan hajsampont, ami korpásodás ellen segíti a fejbőrnek a működését, hanem
az ajándékozott, aki megkapja az ajándékozási utalványt, az bejön a Harmónia természetgyógyászházba, a stúdióba, és megbeszéljük, hogy neki igazándiból mire lenne szüksége. És ha kell, akkor ingyenesen meg is teszem azt, hogy az állapotába egy picit belenézek, hogyha úgy gondolja, hogy a gyógynövények ereje esetleg tudna neki segíteni, és akkor gyógynövény terápiát állítunk össze. Tehát olyan hatóanyagokat, olyan termékeket, amelyek neki célirányosan pontosan szüksége van. Kicsit mondjuk ki ezt a csomagot, hogy előre, hogy általában mire érdemes gondolni. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy ilyen utalványt szeretnének akár egy nagymamának, nagypapának, vagy akár az anyukának ajándékozni, vagy épp a gyermeknek, akkor mire érdemes gondolni a Harmónia Természetgyógyászati Centrum kapcsán? Itt megemlíteném, hogy ez összegtől független, akár már 1000 forintról is lehet majd ajándékutalványt vásárolni, vagy akár egy terméket, ha csak egyet említettem az előbb, az ajakápolót, ami egy lipszés, nagyon hatásos az aloé tartalma miatt a herpeszvírus ellen, de hát akár elmehetünk az 50 000 forintig is, mindenkinek ez pénztárca függő, hogy egyáltalán mennyi pénzt tud áldozni. Hát ebben a programcsomagban akár benne lehet és benne lesz az állapotfelmérés, a Joalis terápia, tehát az én fő profilom a méreganyag terheltség mérése. Benne lehet akár egy olyan program, hogy a lakását, házát kimérjük földsugárzás, káros sugárzás hatásra. Ebben benne van a földsugárzás, a káros földsugárzás, a károsító elektroszmog, és itt Bolyban nagyon sok ház épült régebben uránsalakkal, és így a geopatikus sugárzáson nem kívül. Nem mondod, ez tényleg így volt? A geopatikus sugárzásokon kívül a radioaktív sugárzást is tudjuk mérni egy nagyon komoly, hiteles mérőműszerrel. Több épületnél előfordulhat. Több épületnél előfordulhat, mértünk is már ilyet. Régebbi 50-es, 60-as években épült épületeknél. Mikortól lehetne ezeket az ajándékutalványokat úgymond birtokba venni, és utána pedig hasznosítani? Gondolom azért januárra fog esni ezeknek a kihasználását. Hát a hasznosítását, igen, meg hát a kiváltását, mert hát karácsonyra fogják megkapni, igen. De ez már jövő héttől aktuális lesz. Akkor már nem megyek se Brüsszelbe, sehova, és akkor itthon leszek, és tudok személyre szabottan segíteni a kiválasztásban. Még egy olyan néhány témát szeretnék megemlíteni, ami belefér szintén az ajándékozásba. Már régóta használjuk, és most újfent fogjuk használni az agytréninget. Az agytréning egy NASA program, egy olyan készülék, ami az agyunk állapotát tudja feltérképezni, ez is egy mérőműszer egyben, de ugyanakkor egy stimulációs hatást is tud az agyunkra tenni, tehát azért agytréner, mert nem csak a testünket kell, nem csak a látványos testünket kell és a fejünket trénerezni és edzeni, hanem az agyunkat is, és lehet. Nagyon sok olyan problémát meg lehet az agytréning segítségével szüntetni gyógyszerek nélkül, mint például migrénes fejfájás, gerincreuma ízületi dolgok, nyelvtanulási nehézségek és gyerekeknél tanulási program, a diszlexia, diszgráfia, ezekben a problémákban. Én emlékszem, hogy a 90-es években, amikor te ezt behoztad az amerikai módszert, Magyarországon nagyon sokan éltek is ezzel, és hát mi magunk is kipróbáltuk, és tényleg egy csodálatos dolog. Lesz még aztán január a Dávid professzornak a programja, tehát talán ez már nem ajándékozási program, hanem hogy kérdezted, hogy milyen lehetőség lesz majd. Az elkövetkezendőkben december 13-án Ájurvéda tudásra alapozva egy csontkovácsolási program lesz, Gilányi Attila fogja bevezetni a stúdióban és itt Bolyban. Dátum, tehát december 13-án van még. Úgy, sokaknak fáj a dereka, vagy más problémája jönnek, ez december, azért hasznos lesz mindenképpen. December 13-án van még erre néhány helyünk, aztán legközelebb a Dávid professzor úr tanácsadói programja az január 5-én, 6-án lesz, és Dr. Kus transzcendentális programja pedig január 29-én, 30-án lesz a következő, de arra is már 5 jelentkező van, és 12 főt fogad a professzor úr.
Csak hogy jelezzük, hogy általában igen, milyen népszerűek ezek a programok. Épp beszélgetésünk napján és előző nap volt itt Dávid professzor úr, és hát szinte telt ház van a Harmónia Természetgyógyászati Centrumban ilyenkor, mert hogy nem mindenki ilyenkor nyűgével, bajával, kis betegségével fordul a professzor úrhoz, aki nagyon készséges, és tényleg nagyon aranyos az ilyen előadásokon és találkozókon, amikor a betegekkel úgymond le tud ülni pár perc erejéig. Idejét, energiáját, tudását ebbe fektetti bele. Tényleg pozitív szívét, a visszacsatolás? Tehát azok a betegek, akik idejönnek, akár még távolabbról is, azok megköszönik általában, hogy találkozhatnak Dávid professzorral? Igen, igen. Főleg a közelebbiek, mert a professzor úrnak az irodája, a főirodája az Lébényben van, hát az ugye ott van fönt Győr mellett. Azért mondjuk Pécsről, vagy akár Dombóvárról, Netámbolyból és környékéről felutazni Lébénybe, az nem kevés pénz. Messze van. És messze van, és egy napja biztosan rámegy, és ha a professzor úr jön ide, akkor ugye 5-10-12 embert is tud 2-3 nap alatt fogadni. Tehát érdemes ezekre a dátumokra, időpontokra igen, odafigyelni, mert ő havonta egyszer tud, hogy havonta egyszer le fog jönni. Igen, meg is ígérte, hogy 2015-ben folytatjuk a megkezdett együttműködést. Maga az egészségügy és maga az egészség egy kicsit összefügg azzal is, hogy milyen hangulata, milyen lelkülete van az embernek, ahhoz pedig, hogy jó hangulatunk legyen, egy kicsit ki is kell néznünk, mert akkor jó érezzük magunkat. És hát a szépítkezés és egyáltalán a szépségipar is azért jelen van természetesen a Harmónia Természetházban. Éppen e héten, tehát most hétfőn kerülünk adásba, és hát itt gyakorlatilag 3 napon keresztül szakemberek érkeznek le ide Bolyba, és hát kiváló termékeket hoznak ugyebár magukkal. Igen, hozzák a kínálatot, és a Harmónia házban ugye nem csak az a konkrét, hogy betegség, hanem az egészség, a szépség ott kell, hogy legyen, hiszen ami komplexitás, ugye? Komplexitás, és hogyha ha valami szép, akkor az feltétlenül kell, hogy egészséges is legyen, és kedden, szerdán, csütörtökön lehet jelentkezni egy ingyenes, hát a bemutató szót nem szeretem, inkább egy ilyen ingyenes tájékoztatás, meg lehet fogni ezeket a szépséges termékeket, testápolási termékeket, ki lehet próbálni ingyenesen. Természetesen bejelentkezés szükséges, mert nem olyan nagyon nagy ez a nagy Harmónia ház. Mire számítasz? Általában kik fognak jönni erre a kis bemutatóra, és milyen jellegű termékekkel fognak ők találkozni? Fogja érdekelni őket, tehát nagyon vegyes. Akár fiatalok, idősebbek. A fiatalabb korosztály az inkább a sminkeléssel kapcsolatos, arcápolás, sminkeléssel kapcsolatos programot kedvelik, és tájékozódnának szívesen. Tehát egy profi kozmetikus jön, ugye? Igen, vagy kozmetikusok? Igen. Tanácsadók és kozmetikusok. A 30-as, 40-esek azok már egy picit a testsúlykontrollal kapcsolatosan keresnek megoldást és segítséget, akár külsődlegesen, akár belsődlegesen. Lesz egy nagyon jó tekercseléses programunk, azt is ki lehet próbálni, és lehet látni azt, hogy egy kezeléssel akár 2 centi is lemegy a combikából, és akkor azért ez már egy eredmény egy hölgynél, hogy ugye a férjének egy picit jobban tetszen. Lesz ennek folytatás egyébként? Lesz. Ez folyamatosan a Harmónia háznak a profiljába benne van, tehát technikailag csak kell úgy megújulnunk, hogy ez folyamatosá válhasson. Ugyanezen a napon, ahogy kérdezted, lesz még egy találkozónk Fatér doktorral, aki felvállalta, hogy a térségben az általunk meghirdetett, megtervezett babaprogramnak az orvosi szakértője lesz, és akkor vele is tudsz találkozni és beszélgetni. Mit akar ez Isten igazából? Ez a baba program, tehát meg kell tervezni azt a mai világban, hogy mikor és milyen módon és hogyan szeretnék gyermeket. Nagyon nagy a méreganyag, nem csak anyagilag, nagyon nagy a méreganyag terheltség a környezetünkben. A levegő, a víz, a föld, az élelmiszerek, amit megeszünk, az ital, amit megiszunk, mind élő és élettelen toxinokat tartalmaznak. Ha ezeket nem vezetjük ki, akkor abban a sejtrendszerben fogan meg a gyermek, és az nem biztos, hogy jó. Tehát nagyon-nagyon fontos a nagy takarítás elvégzése a szervezetben. Aztán, ha már régóta szeretnének babát, és nem jött össze, akkor hát ezt nem mondanám, hogy meddőség, hanem egyszerűen nem úgy alakult a baba programjuk, a saját baba programjuk, akkor ez a program tartalmaz egy mérést,
amivel megkeressük az okot, hogy az miért alakult úgy, hogy nem alakult sehogy, és akkor célirányosan a gyógynövények erejével megmozgatjuk a sejtrendszert, hogy az befogadó, turbósítva a szervezet, hogy ez fog befogadóképes legyen, és akkor itt jön az orvos, aki segít nekünk abban, hogy milyen hatóanyagokat, milyen gyógynövényi kivonatokat szabad az első hónapban, a második hónapban, egészen a gyermek agyának kifejlődéséig, mert minden szerv a szervrendszeren belül kifejlődése más hatóanyagokat kíván, hogy ne az anyától vonja el. És Fatér doktor lesz ennek a szakértője.